Hát úgy gondolom, hogy egy igazi elődöntőt játszottunk, egy igazi kupa elődöntőt. Egy nagyon izgalmas mérkőzésre sikerült. Sajnos a kezdés, az első fél idő az nem olyan lett, amit szerettünk volna, viszont a második fél időben tényleg a csapat maximálisan oda tette magát, visszajött a mérkőzésbe, esélyünk volt a továbbjutásra. Becsúszott pár olyan hiba a végén, ami ezt meggátolta, ezt sajnálom, viszont büszke vagyok a csapatot tényleg, hogy ilyen teljesítményre volt képes, itt Csurgón is. Szerettünk volna mindenképpen tovább jutni, de sajnos ez nem sikerült, majd reméljük jövőre be tudunk jutni a döntőbe. A szombati bajnoki mérkőzésre teljesen másképp készülünk, mint a szokványos, mivel a héten kétszer kell Csurgóra utaznunk, több játékosnak pihenőt fogok adni. Ez azt jelenti, hogy a fiatal játékosok fogják inkább a szerepet kapni a mérkőzésen, kevés játékosra fogok eljönni, hogy sok játék lehetőségük legyen, és azt ki tudják, bízom benne használni ezen a mérkőzésen. Kicsit igen, beáldozzuk ezt a mérkőzést, jövő héten nagyon fontos hazai mérkőzésünk van, szeretnénk tényleg a nézőket kiszolgálni maximálisan. Igaz, már a bemaradás én úgy gondolom, hogy eldőlt, de ennek ellenére mi a hazai meccsekre teljes elánnal készülünk, és tényleg szeretnénk szórakoztatni a közönségünket.